Az Országos Meteorológiai Szolgálat előzetes elemzése szerint a tavalyi volt az elmúlt 120 év harmadik legmelegebb tele. Hideg, tél és fagyok nélkül a kontinentális klíma már nem tudja betölteni szabályozó szerepét a természetben, amelyel a rovarok és egyéb bogarak többségének invázióját is vissza tudná szorítani. A tavalyi invázióban több tényező játszott szerepet. A korán beállt meleg, a rengeteg és felhőszakadásszerű csapadék mind közre játszottak abban, hogy sok legyen a szunyog. Valóban a szunyogok fejlődéséhez víz és melegre van szükség. A klímaváltozással együtt, de egyébként a természet normális rendjével együtt is. Ugye a tavasszal meglehetősen sok eső esik. Ráadásul ezek az esők most már a klímaváltozás miatt gyakran nem áztató esőként jelennek meg, hanem nagy felhőszakodások formájában. Ezért nagyon sok tocsogó, nagyon sok dagonya marad. Ezek ideális életfeltételeket jelentenek a szúnyogoknak. A nagy meleg korai beállta az akkor válik kritikussá, amikor a 16 fokot eléri a hőmérséklet, mert a szúnyogok akkor indulnak igazából fejlődésnek, és a tavalyi nagy szúnyog invázió az számos tényező korai összejátszásának volt köszönhető. Télen a szunyogok lárvallakban várják a vízek mélyén, hogy kikeljenek. Ha megfelelő hőmérsékleti paraméterek rendelkezésre állnak, akkor feljönnek a víz alól, és észlelhetővé válnak. Hazánkban olyan fajok is megjelentek, amelyek egyébként melegebb klímához voltak szokva. Ilyen az elhíresült tigris szunyog, vagy ilyen az elhíresült ázsiai bozót szunyog, amik számos vírusnak a kórokozóit, illetve magát a vírust hordozhatják a dengüláznak, a sikungunyának, az usutuláznak. E, elsősorban ez e, érdekes a klímaváltozás szempontjából. A szúnyogírtás az inkább egy kényelmi dolog, hogy egyáltalán meg tudjunk maradni. A írtási lehetőségek az Európai Unióban valóban e, megváltoztak, és az írtással kapcsolatban amúgy is azt kell elmondanunk, hogy az egyik szemünk sír a másik nevet mert ugyan a szúnyogokat, ö, megritkítja ez valóban, ugyanakkor számos más ízelt lábút is kipusztít, illetve elpusztít, ami viszont nagyon kellene a hazai faunába. Bár a szúnyogok csípései nagyon komoly veszélyt jelentenek az emberek egészségére nézve, és számos vírus terjesztenek, a koronavírus fertőzésben nem tudnak szerepet játszani. A sorozatos enyhetelek pontos hatását ma még nem lehet felmérni, de a tavasz beköszöntével átlagosnál sokkal több rovarral találkozhatunk.